Szerintem a Kelt Fesztivál inspiratív, szédületes, egyszer lenyűgöző. Újra szeretnék jönni. Ismét és ismét. Szerintem a Kelt Fesztivál. Hát erre valami frappánsat kéne mondani, de túlságosan közhelyes ez, hogy ezzel kezdjük, hogy szerintem a Kelt Fesztivál, bocsi, szerintem a Kelt Fesztivál, forgasd el a kamerát, és látod, itt van körülöttünk, érzem ráadásul a tyúkoknak a szagát is, mert itt állunk a kacsaol mellett, ami majdnem olyan, mint a Mamma Mia-ban, amikor a kecske orba helyezik el a sztárszínészeket. Na mindegy, egy kicsit olyan, de ezt szeretjük benne. Szerintem a legjobb dolog, ami 10 év leforgásával történt a Magyar Irodalomban. Szerintem a Kert Fesztivál a egyik legjobb dolog, ahol az ember tartózkodhat. Jó intézmény. Fesztivál, az a velem történő dolgok mindent egybevéve a világ egyik legfontosabb dolga. De egyébként mindenkivel történjen egy ilyen kertfesztivál. Mindig itt vagyok, azt hiszem ez mindent elmond róla. Szerintem a kaland az engem vágy. Szerintem a kertfesztivál is. Szerintem a kertfesztivál az fantasztikus dolog. Megfagyunk itt a télbe, megsülünk a nyárba, de úgy egyébként nagyon jól érezzük magunkat. Fesztivál csodálatos dolog, együtt vagyunk óban fagyban. Most nem volt annyira fagy, sütött a nap, és csodálatos irodalmi művekkel fűszerezve, most még zene is volt. Hajrá! Szerintem a Kelt Fesztivál úgy jó, hogyha az ember nem sofőrként érkezik. Szerintem a kertfesztivál nagyon jó dolog, még télen is, amikor hideg van. Szerintem a kertfesztivál, különösen ez, amelyiken most vagyunk, remek. Legfaszább, legjobb, legemlékezetesebb, legdurvább, legvissza... Befogtad? Várjál, megzavartam. Igen, ha ezt nem mondod el, az egésznek annyi, érted? Visszacsináljuk, felrobbantjuk, kész. Kész, jó. Jó, tehát fölmondom ezt. Legfontosabb, legerősebb, legjobb, inspiratívabb, progresszívebb. A legfaszább, apám, kalapi, ami történhetett vele. Igen. Köszönjük, Tibor!